a természeti táj és a kultúrtáj egységet alkot. És ennek az egységnek a megvédése, harmonizálása, összehangolása a mi feladatunk és az elkövetkezendő nemzedékeké. A magyar természetfotózás egy példaértékű irányt vett, és itt nem csak az év természetfotósa pályázat, hanem Varázslatos Magyarország fotópályázat is mérföldköveket rak le maga után. Nem csak egyéb fotográfiai, illetve fotoművészi ágakban szereplünk kiemelkedően, hanem a természetfotózásban is. Ha a hazánkra gondolunk, akkor valamilyen tájképi elemek sejlenek fel a gondolatainkban. Valami számunkra kedves tájnak az elemeit látjuk, és ennek a tájnak az elemeit ragadják meg a természetfotósok egy-egy kis mozaik darabkán. Sok-sok kitartással, nagy-nagy szerencsével ebből adódik össze aztán az a varázslatos Magyarország, amin ha itt körbejárunk a tablónkon, rájövünk, hogy igen, ez a mi hazánk. Miért is fotózunk természetfotósokat? Hát ez egy ilyen belső tűz, egy késztetés. Tehát szeretném megmutatni azt, amit kint átélünk. Illetve fontos a tudatformálás is, az ismeretterjesztés, hogy minél szélesebb körben megmutassuk a körülöttünk lévő világot. És szerintem erre a pályázatok nagyon jó fórumok. Tehát ha bekerülünk egy ilyen rangos kiállításra képeinkkel, vagy akár díjat nyerünk, akkor hihetetlen sok emberhez eljutott ez a szépség. Nagyon fontosnak tartom a Varázslatos Magyarország 10 éve tartó töretlen kitartását, pályafutását, hogy lehetőséget adnak a fotósok számára, hogy megmutassák a természet üzenetét. Mert úgy gondolom, hogy ezek a képek egyfajta üzenetek is, és akkor van ennek nagyon nagy jelentősége, ha ezek az üzenetek eljutnak a nagyvilág felé. Értem ez alatt, hogy próbáljunk másfelé nyitni, hogy például olyan emberekhez is eljusson, akik benne vannak a mindennapi mókuskerékben, és átsiklanak az élet apró csodái felett. És hiszem azt, ha ez az üzenet eljut hozzájuk, lehet, hogy többet járnak majd ki a természetbe, lehet, hogy nem dobják el többet a szemetüket, vagy például tovább megyek, lehet, hogy évekkel később ugyanezt a szemetet felveszik és hazaviszik. Zavarban vagyok, mert így a beszédek után úgy érzem, hogy én tényleg csak egy maximum sárga öves természetvédő vagyok az előző felszólalókhoz képest. Kaptunk egy felkérést, hogy írjunk egy dalt a természetvédelemről, mert tudnak azonosulni az emberek. És most már mondhatjuk, hogy egy sikeres dalról van szó, és ez azt jelenti, hogy egy ilyen dal sikeres tud lenni, hogy igenis a hallgatók, a gyerekek, a fiatalok az életükben már tudják, mi a természetvédelem. A mindennapi döntéseiket meghatározott. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, az, hogy részt vettünk ebben a dalban, és ha még hozzátehetek valamit, hogy miért fontos számomra a természetvédelem, a mai pillanatban, a jelenben kell önkritikusnak lennünk, változtatnunk a dolgokon, és azt gondolom, mindannyian, akik itt vagyunk, szeretnénk változtatni. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani minden támogatónknak, kiemelten az Agrárminisztériumnak és a Nemzeti Parkoknak, a zsűrinek, a természetfotósainknak, és kívánom, hogy mindenki, amit eddig beletett ebbe az egész kezdeményezésbe, töretlenül bele tudja tenni, és remélem, hogy ezt a sikerutat nem fogjuk tudni abba hagyni, és még sikeresebben fogjuk tudni csinálni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és kellemes időtöltést kívánok a képekhez.